Látszólag az előző Agenda 2030-as videó látszólag nem hit videó. Pedig elhihetett, hogy van, kapcsolódik a hithez az is. Ugye csak addig kell engedelmeskednünk a rendszernek, a törvényeknek, amíg az Isten törvénye ellen nem szól. Márpedig majd átfordul egy olyan irányba, amikor már aki igaz keresztény, aki Krisztus követő, Krisztus hívő, kiválasztott, és hát nem kell hozzá a szolgálat különben, de a szolgálat az a közszolgálata, én is ezt teszem különben majdnem minden nap. Azok az emberek ugye nem szabad, hogy belemenjenek mélyebben, mert abban a pillanatban az ökumenizmusnak, a Babilonnak a fogságába esnek, és hát inkább ki kell jönni onnan, mint hogy belemenni. Tehát ezeket a kis beszédeket azért teszem, hogy segítsek az embertársaimban. Általában a volt hittársaimnak is a más félrevezetett felekezetek tagjaihoz beszélek, de persze magamra is vonatkozik, hogy megerősítsen ez a néhány mondat. De vissza szoktam nézni én is ezeket, és sokszor magam is meglepődök, hogy miket mondok ki a számon. Pár szót ejtenék a Petőfi, az egyik Petőfi versről. Ugye úgy hangzik, hogy a magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hát ugye azt a forradalmat is leverték, mint vaka poharat, de itt a magyarok Istenére szeretnék kitérni. De nem a mennyben lakozó, örökkévaló, teremtő, minden tudó, mindenható Istent nevezte meg Petőfi. Úgy tudom, hogy a magyarok istene az a turulmadár. Ugye a Magyar Honvédség címerén is rajta van a turulmadár. A másik magyarok istene, aki önáll a jogi személy, vagy egy vezető szerepet játszó tárgy, ami